Kétnapos rendkívüli ülésen tárgyal az ENSZ közgyűlése az orosz-ukrán háborúról New Yorkban. A cél egy új határozat elfogadása, amelyben a tagállamok az orosz csapatok kivonását és a mielőbbi békekötést sürgetik. A vita nyitóbeszédét a világszervezet főtitkára tartotta. Az Ukrajna elleni orosz invázió egyéves évfordulója Zord mérföldkő az ukrán nép és a nemzetközi közösség számára. Az invázió sérti a kollektív lelki ismeretünket, a hatását pedig Ukrajnán túl is érezni, mondta Antonio Guterres. Nincs még egy olyan ország a földön, amelyik annyira vágyik a békére mint Ukrajna. Sosem akartunk háborút, sosem terveztük senki megtámadását, nincsenek csapataink más országok területén. Érvelt Dmitro Kureba ukrán külügyminiszter. Az Egyesült Államok ENSZ nagykövete arról beszélt, hogy a szavazás bekerül a történelemkönyvekbe, és kiderül belőle, hol állnak a világ nemzetei az ukrajnai békét illetően. A vágyukban, hogy bármilyen eszközzel, de legyőzzék Oroszországot, nem csak Ukrajnát áldozhatják fel, de készen állnak arra, hogy az egész világot háborúba taszítsák. Pádolta a nyugatot az orosz ENSZ nagykövet. A határozatot már előkészítették, és a tervek szerint csütörtökön szavaznak róla. A szöveg a harcok befejezését sürgeti, és hitet tesz ukrajna függetlensége mellett. Az ENSZ határozatok jogilag nem kötelező érvényűek.